A Szó és Esemény nemzetközi konferencián 8 előadás hangzott el, az irodalomtudomány neves hazai és külföldi képviselőitől, melyek mind Kovács Árpád munkásságához igyekeztek kapcsolódni. Mi ezt az ünnepet, a 70 éves jubileumot úgy képzeltük el, hogy nem csak a születésnapot fogjuk benne ünnepelni, hanem megünnepeljük benne a tudományt is, az irodalomtudományt, és a Szót, amelyről éppen Kovács professzor úr mondta mindig, hogy az esemény, és bizony azért esemény, mert a poézist, a költészetet azt nem csak olvassuk a cikkeinket róla, nem csak írjuk, ez megtörténik velünk. Akkor olvasunk jól, ha közben megváltozunk. A meghívott előadókon és Kovács Árpád barátain kívül az esemény sokakat vonzott, az egyetem hallgatói és oktatói egyaránt képviseltették magukat. A konferencia tudományos részét Kovács Árpád nem előadása zárta, melyben a Szó és Esemény szavakat összevont a Szó eseményé, majd arról beszélt, mit is jelent ez az általa létrehozott metafora. Az irodalomtudomány legaktuálisabb kérdéseit vetették föl a szerzők, szinte mindegyik tudott új problémát exponálni, és ez a legfontosabban nekem, hogy ne rólam szóljon, hanem arról a tudományról, amelyet 50 éve művelek. Az előadásokat az ajándékok átadása követte, majd köszöntők hangzottak el a születésnapos tiszteletére. Beszédet mondott többek között Szegedi Maszek Mihály és Iván Vercs irodalomtudósok, Szitár Katalin, az Irodalom és Kultúratudományi Intézet vezetője, és dr. Horváth Géza, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja. A konferenciát állófogadás zárta.